Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjenek játékhírek a nagyvilágból. Nem gyakran csinálok ilyesmit, ugye vár, de hogyha tetszik a koncepció, amit hallani vagy látni fogtok, így talán néhány ilyen időnként egy-két egy ilyen videót játékhírekről szerintem össze fogok rakni, mert olyan szintű, hogy is mondjam, komédia folyik kint a játékvilágban, hogy az már úgy katasztrofális, tehát mi folyik itt, emberek, kérem szépen, tehát tényleg olyan szintű elképesztő blödségek, illetve hogy mondjam ezt, pénz éhség folyik jelenleg a játékvilágban, mint hogyha ezek készülnének valamire, érted? Tehát valami válság fog beütni, hogy ennyire le akarnak szipolyozni. És amint ugye látjátok a címet, hogy Activision meg baszta, illetve hogy a Mass Effect-ben mikrotranszakciók lesznek. Na, kezdjük mindenről az erőször. Szóval van ám jó hírom is, úgyhogy Division rajongók maradjatok. Nos, kezdjük ott. Call of Duty Modern Warfare Remastered kijön ugyebár az új DLC, új régi DLC Remastered mapokkal, ami tartalmazza a Killhouse-t, Creek-et, Chinatown-t és Broadcast-ot. Ezek közül azt kell mondjam, hogy Killhouse örök kedvenc, Broadcast nagyon szeretem, Chinatown fölidegelt, de nagyon megszerettem idővel, és a Creek, hát inkább hagyjuk. Nos, azon kívül, tehát oké, kapaszkodjuk meg, kezdjük előről a számolást, játékhíreknél vagyunk. Ugye, amikor kijött a Modern Warfare Remastered, illetve az Infinite Warfare kijött, ugye a Modern Warfare Remastered azoknak, akik nagyon szerették a COD 4-et, és eleve ugye hűségesek még ez a játékhoz, mint én is vagyok olyan hülye, annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy nem veszem meg már többet a Call of Duty-t, időről időre mégis megvettem őket, mégis megvettem. Vagy kivártam, hogy olcsó legyen, vagy valami akciót kivártam, a lényeg az, hogy megvettem. Tehát így megvannak a Call of Duty-k, mert hogy vagyok olyan hülye, hogy még mindig szeretem ezt a sorozatot erre, és voltam olyan hülye, már ugyebár, hogy én megvettem együtt az Infinite Warfare-vel a COD 4 Remastered-et, mert én nagyon szeretem azt a játékot, és nekem az volt egy ilyen csúcspont a Call of Duty-ban az egyik. És mit talált ki jelenleg? Hát a Raven Software gondolom az Activision benyomására, ugyebár. Elárjuk nektek, ugye $80 volt az Infinite Warfare, illetve a Remastered együtt a kettő. Ebből ez azt jelenti, hogy az Remastered az kemény 20 dolcsi volt, mivel hogy minden új Call of Duty $60. És kijön az új DLC mappak, kemény $15-ba fog kerülni. Felfogjátok ezt az iróniát, hogy mit készülnek ezek csinálni? Tehát már megint, ez meg... Úgy megpróbálják lehúzni az embert, ahogy nem, szégyellik, $15. És akkor ugye ilyenkor jön az, hogy hát infláció van, igen, ki lett számolva mennyi az infláció, gyakorlatilag $11 kellene, hogy legyen, annó $10 volt ugyanez a mappak, $10 kapunk valamiért, ami már 10 éves, és csak ráhúztak egy skint, gondolom, és $15 képesek elkérni, érted, na de hogy ne legyen a lelkismeret furdalásuk, hozzáadnak még 10 szupli dropot, azoknak, akik overwatchoznak, loot crate-et hozzáadnak, még 10 szupli rocot, és az került nekünk, mint $15-nak megfelelő magyar forintba. Undorító viselkedés. De nem is tudom, tehát eleve, hogy hányan elpártoltak a Call of Duty-tól már, ugye, és még a tényleg a leghűségesebb vásárlóikat, illetve játékosaikat, rajongóikat így kiszúrni velük, illetve így hagyni, hogy elpártoljanak és ellenük forduljanak, és azért ez nem semmi, tehát rátérve kicsit a YouTube hírekre is, a legnagyobb videósok, akik koddal foglalkoztak, akár egy Alieiről beszélünk, egy Driftorról, egy Team Martinról, nem játszanak az Infinite Warfare-rel, és hangot emeltek az ellen, hogy mi folyik már itt, és olyan youtuberekről beszélünk ebben az esetben, akiknek az Activision-nel, hogy is mondjam, kölcsönös szerződésük van, hogy az egyik ugye promotálja a játékot, a másik elutaztatja őket, kifizeti a szállodájukat, játszhatnak a legújabb játékokkal, korai felvételeket készíthetnek, és ezek a gamerek jelenleg azt mondják, hogy ez már
túlzás, ami folyik, és nem beszélve arról, hogy fordulnak át olyan játékok felé, mint például az Overwatch. Szóval hát, hölgyeim és uraim, jelenleg ez az egyik legnagyobb pofátlanság, ami még megtetészte az Infinite Warfare Modern Warfare intrójának, illetve ugye megjelenésének a dolgát, hogy $15 kérnek el olyasmiért, ami várra ingyenes kellene, hogy legyen. Köszönjük szépen, Activision, megint megcsináltad a hülyeséget. Nos, a következő dolog, ami ilyen érdekesség, és megint azt mondom, hogy így felassza az emberek agyát, és vagyis hát legalábbis nem tudom, hogy hallottátok, ki várja a Mass Effect-et, ti várjátok a Mass Effect-et? Tehát én nagyon szeretem ezt a sorozatot, az első, másik, harmadik részét teljesen kitoltam, a második részét kétszer is kitoltam, a harmadik részét legalább háromszor kijátszottam. Ritka egy olyan játék nálam, ami tényleg ennyiszer kijátszok, tehát gyakorlatilag a Code 4 volt, amit még többször kijátszottam a single playerre, rá a Mass Effect-et ennyiszer kijátszottam, mint a másik sarmadik régen, és tényleg nagyon beleégett a szívembe ez a sorozat, nagyon szeretem, jó témával bír, iszonyat jó sci-fi történet, és nagyon várom az új Mass Effect-et. Tényleg nagyon várom az új Mass Effect-et, és alig várom, megvegyem rá az új PC-t, azon fusson nagyba, úgy, ahogy Isten megteremtette azt a játékot. Erre kiderül, hogy az IE, hát persze, hogy beledugja a kezét a kis mocskos mancsát oda, és hogy mit fog csinálni valószínűleg, tehát még nagyon korai fázisban vagyunk ezzel, de valószínűleg mikrotranszakciókat fognak beletenni a játék multiplayerébe. Na most annyit nem tudunk még, hogy ez befolyásolja majd a játékmenetet, némi előnnyel jár-e, vagy nem jár előnnyel, de megint csak ugye, hát úgy néz ki, errefelé tart a világ, tehát ilyen mikrotranszakció, ha akarsz valamit a játékban megvásárolni, akkor hát fizess érte, érted, minden, hogy ez egy skin vagy valami, ami egyszerűen ilyen nonsense, és biztos vagyok benne, hogy egy programozónak kevesebb, mint egy órájában kerül megcsinálni, és amit így tőled így ingyenesen így ki kéne adjanak, ez így nonsense-ben, mikrotranszakciókba bele akarják lakni. Jó, van egy-két játék, ahol tök elfogadható a dolog, tehát nem, sehol nem elfogadható, de van, akik jól tudják menedzselni, megint csak hát egy Overwatch related dolog, hogy ők is Activision Blizzard, ugye. Overwatch legalább csak skineket árulnak, tehát hogyha azt mondom, hogy jó, nem érdekel skinek, de remélhetőleg a Mass Effect-ben sem olyan játék befolyásoló dolog nem lesz, ami mikrotranszakció által lehet csak hozzájutni, nem úgy, mint például ugye a kodnál, hogy fegyverek, valami, bármi ilyesmi, amit csak megvásárolni lehet gyakorlatilag. Nos, ez egyszerűen azt mondom, hogy egy kicsit lejjebb viszi a Mass Effect körüli hype-ot, legalábbis nálam, nem tudom, ti mit szóltok hozzá, és ez amúgy még nincs semmi, mert konzolosok, hát tudom, hogy nálatok talán volt olyan játék, amiről úgy tudom, hogy csak akkor tudtátok meg, hogy mi a vége, ha megvettétek a DLC-t. Tehát akkor fel lett oldva a játéknak a vége, ha megveszed a DLC-t. Ez mekkora blödség. Azt mondja, PS4 valamelyik játékénál játszott el ezt a Sony, hogy csak akkor lehetett megtudni a játék végét, ha megvetted a DLC-t, és akkor feloldott a játék végét. Vagy hardon csak akkor lehetett játszani, hogyha megvetted a DLC-t hozzá. Egyszerűen undorító, ami folyik a játékban. És azt hiszem, nekünk gamereknek ezt valahol le kell állítani, azt hiszem. Nos, jöjjön végre a jó hír, és egyben az utolsó hír, és jön a The Division, egy játék, amiben én manapság egyre jobban kezdem magam beleásni, azt kell mondjam, hogy nagyon élvezem, és már eltelt egy év, amióta kijött a játék, és rengeteget javult, és úgy gondolom, hogy most van itt az ideje azoknak, akik még gondolkodnak esetleg a Division-on, hogy beszálljanak a partiba, és hogy megvegyék esetleg a játékot kiegészítőstől együtt, mert a Division alapkoncepciájában egy fantasztikus játék, azt kell mondjam, én nagyon élvezem, és most annyi content van benne, hogy az egész nem csak arról szól, hogy farmolás, hanem tényleg szól arról is, hogy menj és élvezd egy kicsit a játékot, és egyre több lehetőséged van rá, hogy élvezd úgy is a játékot, hogy kezdő vagy, és természetesen mondjuk a Dark Zone-ba bemész, akkor egy kicsit problematikusabb lesz az ügy mindenképpen, de ha felerősödsz, akkor már nem, és kezdőként is tudod élvezni a játéknak a nagyon-nagyon sok
aspektusát. És most, kérlek szépen, ami egy kifejezetten jó ér, az Ubisoft bejelentette, hogy most ugye eljön a következő évad, tehát a második évad Divisionben minden jövőbeli DLC ingyenes lesz. Jó, ez egy tök jó hír, ez egy nagyon jó dolog. Persze azt még nem tudjuk, hogy ilyen kis apró cseprő dolgokat majd hogyan fognak beiktatni, hogy fizessünk érte, de azért bármi, ami content jön, ingyenes lesz a Divisionre, és ugye ezt kijelentette a CEO, az elnök, hogy köszönjük szépen azoknak, akik egy év óta is játszák ezt a játékot, és ezért jutalmul a második évben érkező DLC-k ingyenesek lesznek. Ez egy jó hír, főleg úgy jó hír, hogy egyre jobban kezdem magam beleásni a Divisionbe, és azt mondom, hogy egy olyan játék, amit tudok ajánlani szeretettel, hogyha egy hosszú távú, nagyon-nagyon hosszú távú szórakoztatásra vágysz, és abban, hogy belemerülj fáradt napjaidon egy jó kis lövöldébe, illetve egy nagyon jó kis posztapokaliptikus világban, mint a Division. Srácok, ezek lettek volna a játék hírek erre a 7 hónapra, majd meglátjuk, hogy lesznek. Ha tetszett a kis beszámoló outrage-em, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és igyekszem a jövőben az ilyen érdekesebb, hülyébb híreket elhozni nektek, hogy valami frissítés is legyen így a csatornán ebből a szempontból. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!